Szeretném megköszönni mindenkinek a maga helyén végzett munkáját, kitartását, türelmét. A Magyar Kultúra Napja apropóján először, ám hagyományteremtő szándékkal látták vendégül a Művelődési Központ dolgozóit a Városházán. A fogadás célja a személyes találkozás, illetve a köszönetnyilvánítást is fontosnak tartják. Hiszen, mint Papp Gábor polgármester elmondta, az elmúlt 8 évben a város vezetés koncepciójához igazodva a Művelődési Központnál is jelentős változások mentek végbe, ez pedig az ott dolgozó munkatársaktól is áldozatokat követelt. Én azt gondolom, hogy ennek meglátszódik az eredménye, hiszen az elmúlt 7-8 éve, amióta ez a munka folyik lépcsőzetesen, számos olyan új rendezvényt tudtunk bevezetni, amiről ma már csak hív jut eszébe az ide látogató kül- és belföldi vendégeknek. Azt gondolom, hogy ki tudjuk szolgálni az ide látogató vendégeket kikapcsolódási lehetőségekkel, természetesen az itt élőkkel is, és ez a munka folytatódik, hiszen a várost láthatjuk, hogy megújul, egy új arcot fog mutatni a város, és ebben az új arcban, ebben az új arculatban tartalmilag nagyon nagy feladata lesz, hogy ezt megtöltsük tartalommal a művelődési intézménynek is. Mint Herman Katalin, a Művelődési Központ igazgatója elmondta, eredményes évet zártak tavaly, ami természetesen elkötelezett munkatársai teherbírásának is nagyban köszönhető. Hangsúlyozta, 2018-ban rekord, mintegy 110 millió forintos bevételt könyvelhetett el az intézmény. Nagyon sikeres a városi könyvtárunk, a Művelődési Központ rendezvényei töretlenül népszerűek, és mindkét múzeumunkban viszonylag magas látogatószámot sikerült elérnünk, és hát azt hiszem, hogy amit a végére hagytam, az a legjelentősebb, a Fontana Filmszínház, ahol rekord számú nézőt sikerült a tavalyi évben leültetnünk a mozitermeinkben, és hát összehasonlításképpen van olyan megyei mozi, aminek kisebb a látogatottsága, mint nekünk a kis teremben, a Kamarában. Mint az igazgatónő elmondta, 2019-ben is számíthatunk azokra a fesztiválokra és nagy rendezvényekre, melyeket az évek alatt megszokott a hévízi közönség. Ezen kívül néhány újdonsággal is készülnek. Februárban például útjára indul a Kabaré Szombat elnevezésű rendezvénysorozat is. A polgármester a fogadáson elmondta még, nem csak a tavalyi év kívánt áldozatos munkát a város intézményeinél dolgozó kollégáktól, hanem a következő évek városfejlesztési terveinek megvalósítása során is számítanak a városban dolgozókra.